Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója február 11-én, Kazincz Balcika és a térség legfontosabb információival. Először nézzük főbb híreinket, röviden. Több kutyát lőtt le valaki Kazincz Balcikán, az üggyel kapcsolatban Szitka Péter tartott sajtótájékoztatót. Épül a Szalizi Sportközpont, a következő tanévben már ott tartják a testnevelés órákat. Tavasz ünnep, a kínai új évet ünnepelte a Wanhua Borsod Camp. A hírek szerint egy férfi terepjáróból lövöldözi a kutyákat Kazincz Balcikán. Az esetről hétvégén az országos sajtó is beszámolt. A témával kapcsolatosan hétfőn sajtótájékoztatót tartott Szitka Péter polgármester. Óriási port kavart a hír, miszerint valaki több kutyát is lelőtt múlt héten, állítják a helyiek. A Balcika Park Nonprofit Kft. Állatkábító fegyver kezelésével megbízott alkalmazottja 2016. február 5-én lakossági bejelentésre indult el kóborebet befogni altatás segítségével. Ennek során állították meg és vádolták meg azzal, hogy lőfegyverrel megsebesítette egy kutyát. A történtekkel kapcsolatban Szitka Péter a következőt mondta. Van egy olyan esemény, amely tulajdonképpen egy éles lőfegyverrel, egy kisgolyós puskával valaki kutyákra lövöldözik, és van egy másik, ami kötelező önkormányzati feladat is, amely a lakosoknak, a lakosok által tartott kutyáknak és az emberi értékeknek megvédését célzó olyan kóborebek befogását jelenti, amelyre tulajdonképpen a megfelelő eljárás mentén lehetőség nyílik. Kazincz Balcikán is, mint sok más településen, problémát jelentenek a kóborebek. Ezek befogása az állatok kábítására alkalmas segédeszköz nélkül nehezen megoldható és veszélyes. 2014. október 15-én került beszerzésre egy olyan altató fegyver, amelynek beszerzése is, és maga a használatának eljárása is egy nagyon szigorú eljárási rend alapján lehet a Balcika Park Kft. Részéről, tehát a mi önkormányzati cégünk részéről ezt használni. Ennek az eljárási rend mentén van egy kollega, aki egyébként ezen a cégen belül ezt a altató fegyvert használja, amely kapcsán ugye az már megerősítést nyert, hogy független és igazságügyi fegyverszakértő által dokumentált iratból kinyerhető az az információ, hogy ez az altató fegyver éles lőszer kilövésére nem alkalmas. A város első embere hozzátette, ő maga, az önkormányzat és minden jó érzésű ember élesen elhatárolódik attól, hogy valaki kutyákra lövöldözzön. Szitka Péter kiemelte, a belső vizsgálat megtörtént, jelenleg a rendőrség nyomoz az üggyel kapcsolatban. Jól halad a Don Bosco Sportközpont és közösségi ház kivitelezése. A több mint 1 milliárd forint összértékű épületkomplexumot várhatóan a következő tanév elején vehetik birtokba a szalíziak. Bár még van munka bőven, már jól kivehető a küzdőtér és a lelátórendszer a Don Bosco Sportközpont és közösségi házban. A hiánypótló komplexumot tavaly júliusban kezdték el építeni, és azóta folyamatos a munka. Az építkezés igen jó ütemben halad. A tanévet, a következő tanévet, tehát a szeptemberi tanévet már itt fogják kezdeni a diákok. Elkészült most már a majdnem teljes egészében az a közösségi rész, amely a cukráza felől nyílik. A lelátó részek is majdnem teljes egészében elkészültek, ami még hiányzik, hogy tető alá kerüljön maga a küzdőtér. A közel 1,1 milliárd forint értékű beruházás során egy 3000 négyzetméteres multifunkcionális épületkomplexum készül el, melyben egy nemzetközi szabványoknak megfelelő küzdőtér, fallabda és bowlingpálya, valamint fitnessterem áll majd a mozogni vágyók rendelkezésére, a kulturális és közösségi eseményeknek pedig egy 300 személy befogadására alkalmas rendezvényterem ad majd helyet. A templom és a sportcsarnok között egy közel 100 autó befogadására alkalmas parkoló, illetve az építők útján két autóbusz parkoló is létesül, és természetesen az épület környékét is rendezik. Munkaterv szerinti ülés tart Kazincz Balcika város önkormányzatának képviselőtestülete február 12-én, pénteken. A grémium többek között tárgyalja Kazincz Balcika 2016. évi költségvetését, a járási esélyegyenlőségi programtervet és a kazincz balcikai összevont óvodák nyári nyitva-zárva tartási rendjét.
A Városatyák a Völgypark fedett nyitott rendezvénytér tervezési programjának összeállítása és építészeti arculatának meghatározása kapcsán várhatóan egy ötletpályázat kiírásáról is döntenek. A tanácskozást a KVTV-n február 12-én 11 órától felvételről láthatják majd. Zenei barangolás és hangszerkészítő játszóház várta az érdeklődőket február 6-án az Egressy Béni Művelődési Központban. A rendezvények a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozat részeként valósultak meg. Dobok, csörgők és egyéb játékos hangszerek készülnek az Egressy aulájában a Gyermekek Háza Kézművesház hangszerkészítő játszóházán. Ezzel a programmal vette kezdetét a zenei barangolás az Egressyben, amely az Országos Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat keretében valósult meg. Juhász Rita, a helyi programot szervező Barcika Art Kft. Ügyvezető igazgatója emlékeztetett, tavaly ilyenkor a mezei házat ismerhették meg az érdeklődők egy rendhagyó elemlámpás túra során. Idén viszont a rendezvény átköltözött az Egressybe, ahol ezen a utánon minden a zenéről szólt. Egy játszóházzal indítottuk a napot, ami hát nem árulok el most már titkot, hiszen nagyon sokan itt voltak, hogy hangszereket lehetett készíteni, 8 különböző hangszer, tehát nyilván különböző kézműves technikákkal, tehát nyilván nem igazi hangszereket, de nagyon, nagyon jó ilyen kis csengő, bongó, hangot adó, sőt pengetős hangszer is készült, amit persze később a nap folyamán kipróbálhattak a gyerekek, illetve együtt zenélhettek ezekkel a kis általuk készített kis csodákkal. Ezt követően az Egressy három helyszínén várták színes programok a kicsiket és a nagyokat. A Kodály Zoltán alapfokú művészeti iskola szervezésében volt többek között hangszersimogató, ami a hangszerekkel való megismerkedést szolgálta, bárki kipróbálhatta azt, hogy milyen karmesterkedni, illetve egy igazán speciális program is volt, bárki lerajzolhatta azt, hogy milyen érzést vált ki belőle egy-egy meghallgatott zene. A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot idén 10. éve rendezi meg a Magyar Népművelők Egyesülete azzal a céllal, hogy a kultúrházak, művelődési központok megmutathassák értékeiket. Sajó Attila, a szervezet elnöke érdeklődésünkre elmondta, az idei programok fő témája az élőzene, így ilyen produkciók, valamint hagyományőrző és a farsanghoz kapcsolódó kulturális események tömkelege volt látható az ország kulturális intézményeiben. Az egyik legfontosabb terület az élőzene. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi sok alkotó műhely van, kórus, népdalkör, népzenei együttes, rockzenei együttes, vagy pontosan a művelődési házak milyen sok rock együttesnek adták a első próba lehetőséget, fellépési lehetőséget. Mára már kultikusnak számító együttesek is indultak innen. Itt most vagyunk az Egressybe, hát a 70-es években Miskolcról ide járt ki az Edda 5 órai, tehát tartani Miskolcon kvázi be voltak tiltva, de nagyon fontos azt is tudni, hogy például az első rockpárbajt 91-ben itt az Egressy színpadán Ramszesz néven az az együttes nyerte meg, amely most Hooligans néven aratja az Országos Babérokat. A kétnapos országos rendezvénysorozaton idén nagyjából 420 intézményben, körülbelül 600 helyszínen mintegy 2000 programot rendeztek meg, melyeken 250 000-nál is többen vettek részt. A januárban életbe lépett kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót február 8-án Demeter Zoltán. A térség országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, az év elején számos olyan intézkedés lépett életbe, ami javítja az emberek életminőségét, segíti a magyar családok életét. A politikus beszélt az adócsökkentésről, valamint arról is, hogy egyes állami szektorokban emelkednek a bérek, valamint megkezdődik a közszolgálati életpályamodell bevezetése ebben az évben. A családok otthonteremtési kedvezményéről is szót ejtett a politikus. Demeter Zoltán hangsúlyozta, januártól 27%-ról 5%-ra csökkent az új építésű lakások áfája, de emellett a 2015. júliusában bevezetett a családok otthonteremtési kedvezménye, vagyis a CSOK feltételének kedvezőbbé tétele is a fiatal családokat segíti. A három vagy több gyermekes családok 10 millió forintos visszanem térintendő támogatást kaphatnak új lakás építésére, vagy pedig új lakásnak a vásárlásához. És továbbá a három vagy több gyermekesek a fenti támogatás mellett még plusz 10 millió forintos állami támogatású, alacsony kamatozású hitelt is igényelhetnek, aminek az a lényege, hogy a fizetendő kamatnak a mértéke nem haladhatja meg a 3%-ot.
A használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén járó csok alapösszege az is 10%-kal emelkedik. A kínai új évet, vagyis a Hold új évet ünnepelte a Vanhua Borsodkem és a Miskolci Egyetem Konfúciusz Intézete február 5-én az Egresi Színház termében. Az eseményen ezúttal egy belső mongóliai társulat szórakoztatta a nagy érdeműt. A tavasz ünnep Kína egyik legfontosabb ünnepe, melyet már évek óta megtartanak Kazincbarcikán is. A rendezvényen elsőként Varga Béla, a Vanhua Borsodkem HR és kommunikációs igazgatója köszöntötte a meghívottakat, majd értékelte a társaság elmúlt évi tevékenységét. Varga Béla hozzátette, a vállalat számára rendkívül fontos, hogy a helyiek megismerjék a több ezer éves kínai kultúrát, és együtt ünnepeljék a Hold új évet. Ezt követően a Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének kulturális tanácsosa beszélt az ünnep jelentőségéről. Mindenki tudja, hogy a kínai új év a holnaptár szerint változik minden évben, az idén február 8-án esik, és ilyenkor a kínai kulturális minisztérium mindig meghív egy nagyon híres művésztársulatot, hogy különféle településeken tartson magas színvonalú előadásokat. Ezúttal egy belső mongol társulat, az Ordoszi Nemzeti Ének és Táncszínház tagjai léptek a színpadra. A csoport vezetője elmondta, repertoárjuk igencsak színes. A kínai kulturális minisztérium megbízásából jöttünk Európába az Örömteli Tavaszünnep című előadásunkkal. Ezzel szeretnénk bemutatni az európaiaknak a belső mongol kultúrát és idehozni a művészetet. Az előadás keretében a művészek táncukkal és akrobatikai elemekkel kápráztatták el a nézőket, és megelevenítették a tuvan éneklést is, amely a mongolok által kifejlesztett különleges énekművészet. Ugyanaz az énekes saját hangszálainak segítségével egy időben két vagy több hangon énekel. Emellett bemutatták az előkelő mongol ruházatot és ékszereket is. Életreform program indult Kazincbarcikán. A megnyitónak a Mezei István Művészeti Központ adott otthon február 4-én délután. Az első nyílt nap célja az volt, hogy az érdeklődők részletesebb tájékoztatást kapjanak arról, hogyan is épül fel az egészségreform program, hogyan tudnak jelentkezni, illetve megismerkedtek azokkal a szakemberekkel, személyi edző, pszichológus, házi orvos, akik a programot személyre szabottan állítják majd össze. Karóczkai Enikő életmód tanácsadó a rendezvényen elmondta, a program célja, hogy segítsen mindenkinek az ideális testsúly elérésében és annak megtartásában, az egészség megőrzésében, illetve az életmódbeli problémák miatt kialakult betegségek megelőzésében. A szakember elmondta, a programon mindenkit várnak, akiknek testsúly problémái vannak, és változtatni szeretne ezen. Mi mindenkit nagy szeretettel várunk, mert tulajdonképpen itt nincsen életkori korlátozás. Bárki, aki úgy érzi, hogy szeretne életmódot váltani, egészségesebb, aktívabb életet élni, azt nyugodtan bármelyik korban elkezdheti, mi nagyon szívesen segítünk nekik. A tanácsadó kiemelte, az életmódváltásnak az étrend megváltoztatásán túl szerves része a testmozgás is, illetve az, hogy mindezekhez elhatározás is társuljon, hiszen ahogy mondani szokták, minden fejben dől el. 20. alkalommal rendezett bált február 6-án a Kazincbarcikai Karitas csoport a Dózsa György tagiskolában. A hagyományos rendezvényen ezúttal is zenei és táncos programokkal várták az érdeklődőket. A családias hangulatú program célja az volt, hogy megmutassák a fiatalok számára azt, hogy kulturált módon is lehet szórakozni. A rendezvény karitatív célú volt, a belépőkből befolyt összeget a következő év jótékonysági rendezvényeinek finanszírozására fordítják. A bálon megtekinthető volt többek között egy több mint 1000 képből álló válogatás is, mely a Karitas Kazincbarcikai szervezetének elmúlt két évtizedét elevenítette fel. Az év első író-olvasó találkozóját tartották február 4-én az Egressy Béni Városi Könyvtárban. A programon Szomolai Tibor Fáklyavivő című regényével ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A felvidéki származású Szomolai Tibor a hétköznapokban vállalkozóként keresi kenyerét, első könyvét a felvidéki sagát néhány éve írta meg. Ebben családján keresztül meséli el a felvidéki magyarság történetét egészen a 20. századig, a trianoni békediktátumig. A most bemutatott könyv a Fáklyavivő szintén a felvidéki magyarságról szól, a szereplők is azonosak részben. Hát a Fáklyavivő az pedig egy szerintem még fontosabb téma, az a közel, múlttal, illetve a jelennel foglalkozik, és azt feszegeti, hogy mennyiben segíthet az Úr, a Jóisten rajtunk, és milyenek vagyunk mi, hogy kihasználjuk-e az ő segítségét, a lehetséges segítségét, milyenek vagyunk mi hívek, milyenek a papjaink, milyen az egyházunk. Az író a könyvek kapcsán egy előadást is tartott, melynek fő témája az volt, hogy nehéz-e a felvidéken magyarként élni. Elbeszélésében személyes élményeiről, gyermekkori emlékeiről, családjáról és mindennapi életéről mesélt, néhol könyvfakasztó humorral fűszerezve. Az előadás előtt Molekné Kőrösi Beatrix mutatta be az írót és alkotásait. A könyvtárigazgató emlékeztetett, az író-olvasó találkozónak a Kazincbarcikai intézményben nagy hagyománya van. A mi könyvtárunk jó néhány évre visszamenőleg hangsúlyt fektet arra is, hogy amatőr alkotóknak bemutatkozási lehetőséget biztosítson, és ez nem csak a Kazincbarcikai, illetve a Kazincbarcika környékén, kistérségben, kistelepüléseken élő alkotóknak lehet jó, illetve a barcikai olvasóknak, hanem kiterjesztettük a kapcsolatainkat a kicsit a határon túlra is. Voltak már nálunk határon túli zenészek, határon túli írók, felvidékről, Vajdaságból, Romániából, Erdélyből. A következő író-olvasó találkozó keretében február 24-én Hegyi Barbarával találkozhatnak majd az érdeklődők. Farsangi kézműves foglalkozással és mulatsággal búcsúztatták a telet az óvodások a héten. A tavaszváró programok a következő hetekben a nevelési és az oktatási intézményekben is folytatódnak. Áll a bál, maszka bál címmel farsangi foglalkozás szervezett az Egressy Béni Városi Könyvtár kedden. A rendezvényre az intézmény munkatársai, az óvodásokat várták, akik elsőként a népszokásokkal, majd Bogyó és Babóca farsangjával ismerkedtek meg. Ezt követően papírból bohócot készítettek, amit haza is vittek. Figyelem, figyelem, közhírétekteteim, hogy a farsangi ünnep most elkezdődik. Ez pedig már a Mesevár tagóvoda farsangi mulatsága. Az óvoda öt csoportja külön-külön búcsúztatta a telet. Volt, aki sárkánynak, de akadt olyan is, aki királylánynak öltözött. A kicsik műsorára a szülők is kíváncsiak voltak. Múlt hétvégén is folytatódott a 7. Szitka Béla labdarúgó emléktorna. A sporteseményen ezúttal az általános iskolások 4. korcsoportja, az amatőr felnőttek A csoportja és az öreg fiúk mérték összetudásukat. A tornára korábban több mint 50 csapat nevezett amatőr felnőtt ifjúsági, általános iskolások, öreg fiúk és nők kategóriákban. A mérkőzések a következő hetekben tovább folytatódnak. A döntő meccseket február 21-én játsszák majd a résztvevők. Az eredményekről bővebb információt az Opont online-on és a Color Hét következő számában találnak. Végül közlemények. A NAV Kazincbarcikai kirendeltsége tájékoztatja önöket, hogy az egyszerűsített személyi jövedelemadó bevallás elkészítéséhez rendszeresített nyilatkozat február 15-i benyújtási határnapjára tekintettel rendkívüli ügyfélfogadási időkeretében fogadja az adózókat február 15-én hétfőn 14 órától 16 óráig. A rendkívüli nyitvatartás alatt nyújtott szolgáltatások köre, tájékoztatás, ügyfélkapu ügyintézés, bevallások átvétele, csekk és nyomtatvány kiadás, bankkártyás befizetés. Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT március 1-től több Kazincbarcikát is érintő menetrendváltozást tervez. A módosítások a Miskolc, Kazincbarcika, Putnok, Ózd, Borsod-Nádasd, a Kazincbarcika Berente, Sajó, Szentpéter, Kondó, Barbó és a Kazincbarcika, Sajó, Ivánka, Sajó, Kaza, Sajó, Galgóc autóbuszvonalakat érintik. A járatváltozásokkal kapcsolatos részleteket megtalálják az önkormányzat honlapján, a Color Hét február 19-i lapszámában, a KVTV képújságjában és az Opont online-on.
A KVTV híradóját látták, friss hírekkel legközelebb jövő kedden a Presszóban jelentkezünk. Híradóval egy hét múlva csütörtökön a megszokott időpontban várom Önöket. Műsorainkat, híreinket az Opont online-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!